Az első világháború a történelmünk egyik legérdekesebb időszaka. Sötét, de érdekes. Viszont annak ellenére is rengeteg tévhit kering róla, és maradt meg az emberek fejében a mai napig, hogy egy jól dokumentált és sokszor feldolgozott pár évről beszélünk. Sziasztok! Márk vagyok a tízes listától, és ma nézzük meg, mik a legnagyobb tévhitek az első világháborúval kapcsolatban. De még mielőtt belemennénk a témába, beszéljünk egy kicsit a mai videó szponzoráról, a tízes listáról. Csatlakozz te is a csatorna tagjai közé, és nézd meg a többiekhez képest hamarabb a videóinkat, szavazz a készülő tartalmakról, és akár vegyél részt egy videó elkészítésében is. Link a leírásban. Az első világháború az Osztrák-Magyar Monarchia trónörököse, Ferenc Ferdinánd és felesége meggyilkolásával tört ki. Csak hogy ez nem pont úgy történt, ahogy az a legtöbb ember fejében megmaradt a töri órákról. A helyzet ugyanis közel se annyira egyszerű, hogy fortak az indulatok a Balkánon, egy szerb nacionalista lelőtte az osztrák herceget, és válaszként kirobbant a háború. A legnagyobb csavar a történetben pont az, hogy akármennyire is dúltak az indulatok a Balkánon, Ferenc Ferdinánd a béke híve volt, és aktívan tett is ezért. A monarchiában pedig megvoltak a háború és a béke mellett voksolók is, úgyhogy közel se volt egyértelmű a következő lépés egészen a merényletig. Ferenc Ferdinánd a halála előtt azt tervezte, hogy kirúgja a vezérkar főnökét Konrád von Hötzendorfot, aki folyamatosan egy megelőző háborút sürgetett Szerbia és Olaszország ellen. Azzal, hogy Gavrilo Princip megölte Ferenc Ferdinándot, gyakorlatilag a béke utolsó lehetőségét is agyonlőtte, és hatalmon tartotta Hötzendorfot, a háború legbefolyásosabb képviselőjét. Ugyan a főherceg nem volt az osztrákok szíve csücske, az eset felzaklatta az embereket, ugyanis lényegében ez a monarchia és a Habsburg állam elleni támadásnak minősült. A gyilkosság előtti feljegyzések szerint az osztrákok a balkáni válságot főleg diplomáciai úton akarták kezelni, de a merénylet mindent megváltoztatott. A vezetők egyhangúan a háború mellett döntöttek. Egyesek szerint a háború már amúgy is benne volt a pakliban, de közel se biztos. Az európai szövetségi rendszerek ugyanis sokkal instabilabbak voltak, mint ahogy azt tanultuk. 1914 nyarán a britekben például felmerült, hogy az addigi szövetségesük Oroszország helyett a németekkel kötnek új egyességet. Persze könnyű utólag dobálózni a mi lett volna, ha kérdésekkel, de érdekes, hogy alakult volna a 20. század eleje, ha nincs a merénylet. Az Antant szövetségesei könnyen eltávolodhattak volna egymástól, és a végkifejlet nagyon más lehetett volna, márha egyáltalán kirobban a háború. Talán furcsának hangzik, de a britek elvileg kitörő lelkesedéssel fogadták a világháborút. Elég nehéz elképzelni a Buckingham palota kapujában vidáman integető és újongó tömeget, vagy a toborzó irodák előtt sorban álló férfiak vigyorgó arcát ábrázoló fekete-fehér képeket. De mégis miért mondják még a történészek is, hogy a britek örültek a világháborúnak? A mítosz igazából a háború utáni, pontosabban a két világháború közötti időszakból ered. A háborús politikusok, mint például David Lloyd George két évtizeddel a háború kitörése után emlékirataiban írt arról, hogy az emberek soha nem látott lelkesedéssel reagáltak a háború kitörésére. Sőt, szerinte ezek az emberek kifejezetten követelték a Németország elleni háborút, a politikusok pedig mindent megtettek azért, hogy az ország független maradjon a történetben. Épp ezért a háború tényleges kitörése logikusan lehetett volna a nép akarata is. A valóság viszont sokkal árnyaltabb annál, hogy kimondhassuk, az emberek örültek, hogy fegyvert foghatnak. Tény, hogy voltak, akik izgatottak lettek a háborútól, de ez azért nem ennyire egyszerű. Azt pedig pláne nem mondhatjuk ki, hogy 40 millió ember újongott a konfliktus kitörése után. A reakciók nem csak vegyesek voltak, hanem idővel érthető módon változtak is. Augusztus 4-én a háború kitörését a feljegyzések alapján elsősorban meglepettség és megdöbbenés fogadta, majd ezt két hétig tartó káosz követte. Az embereket érthetően kizökkentette a napi rutinból, ahogy megpróbálták értelmezni az új és ijesztő helyzetüket. Szeptember elejére mindenki nyakig benne volt a háborúban, és még csak a végét se lehetett látni. Sokkal inkább mondhatjuk, hogy a britek beletörődtek, hogy harcolniuk kell, de ez még nem jelenti azt, hogy ugrándoztak örömükben. Nagyon sokan azt hiszik, hogy az első világháborúban kizárólag Európában folytak a harcok, ami nem is csoda. Rengeteg film és könyv készült már az első világháborúról, és szinte mindegyik Európa-centrikus és kizárólag európai eseményekről szól. Ezek alapján pedig gondolhatnád, hogy a világháború elnevezés egy erős túlzás, és a harcok kizárólag csak a mi kontinensünkön folytak. Csak hogy ez nem igaz.
Persze a főszerep európáé volt, szóval nem teljesen téves ez a kép, de azért ebben az időszakban máshol is ropogtak a fegyverek. Bár tény, hogy az Európán kívüli területek elsősorban az európai gyarmatosítás miatt kaptak szerepet. Nagy-Britannia, Franciaország, Belgium, Németország és Portugália is szépen gyarmatosította a háborút megelőző években Afrikában és Ázsiában, aminek az eredménye a háborúra nem csak a gazdaságban jött ki. A harcok kitörése után ugyanis szépen besorozták a helyieket is. Becslések szerint kb. 2 millió afrikai vett részt a háborúban. Köztük viszont nem csak katonák voltak, hanem futárként is használták őket. Az ő feladatuk az volt, hogy élelmiszert és más felszerelést szállítsanak a csapatoknak, amihez sokszor több száz kilométert is utazniuk kellett. De az egyik leghíresebb csata, a méhek csatája is Afrikában, a mai Tanzánia területén található Tangában volt. A britek november elején megpróbálták elfoglalni a várost a németektől, de ezt nem saját katonákkal tették. Nem, ehhez inkább áthurcoltak ide egy adag frissen besorozott katonát Indiából, akik majd megoldják a feladatot. Azzal viszont nem számoltak, hogy ezek a csapatok nem voltak éppen túlképzett katonák, a németek cserébe annál felkészültebben várták őket, úgyhogy hamar fölénybe is kerültek. Az összecsapás során egy ponton váratlanul egy hatalmas méraj szállt fel a környező fák közül, és megtámadták a katonákat. A méheket nyilván kicsit se érdekelte, hogy ki melyik oldalon áll, de mivel a brit erők végleg visszavonultak, megszületett az elmélet, hogy ez a méhtámadás nem a véletlennek köszönhető, és valójában a német katonák tervének volt a része. Akár igaz, akár nem, a méhek segítettek megtartani a németeknek a várost. Ha meghalljuk a gépfegyver szót, egyből a háborúra asszociálunk. Éppen ezért sokan azt hiszik, hogy az első világháborúban is a gépfegyvereknek volt köszönhető az áldozatok nagy része, ami teljesen érthető. Ha megjelenik előtted a kép, ahogy a csapatok kézi fegyverekkel rohannak a senki földjére, mögöttük pedig már darálnak is a gépfegyverek, te is azt mondod, hogy logikus a dolog. A valóságban viszont nem ezek, hanem a tüzérségi fegyverek okozták a legtöbb halált. A nyugati fronton például 1915 és 18 között 10 brit veszteségből 7 ért a tüzérség felelt, de a francia hadsereg esetében is hasonlóak a statisztikák. A gépfegyverek után a lövészárkok köthetők leginkább az első világháborúhoz, és nem hiába. A történelem órákon szépen megtanították nekünk a tanárok, hogy az első világháborúban egy ponton szinte mindenhol álló háborúk alakultak ki, és lövészárkokból lőttek egymásra a katonák. Ez alapján pedig gondolhatnád, hogy a legtöbb katona szinte itt töltötte az egész háborút. Ez viszont nem igaz. A lövészárkokban a körülmények kifejezetten szörnyűek voltak. Az emberek kis helyen zsúfolódtak össze, ráadásul az árkok gyakran tele voltak vízzel, sárral és patkányokkal is. Éppen ezért nem is itt élték le az életüket a katonák, hanem a legtöbben egyszerre csak átlagosan 4 napot töltöttek itt. Az, hogyha túl sok ideig kellett a lövészárkokban lenniük, teljesen kikészítette az embereket, a brit hadsereg éppen ezért pedig folyamatosan cserélte ott a katonákat. A csaták között egy egység körülbelül havi 10 napot töltött az árkokban, átlagosan a frontvonalon pedig 4-et. Sőt, az se volt szokatlan, hogy egy teljes hónapot az árkon kívül töltöttek. Talán az első világháború legismertebb jelenete az volt, amikor karácsonykor békét kötöttek a felek, és a frontvonal két oldala között hirtelen focizni is kezdtek. Mielőtt azt hinnéd, hogy ezt hirtelen megcáfoljuk, nyugi, tényleg megtörtént. Csak éppen nem volt akkora jelentősége, mint azt valószínűleg gondolod. 1914 karácsony estéjén a brit katonák meghallották, hogy a németek dalokat énekelnek a lövészárkokban, amit lámpások és fenyőágok díszítettek, és felfogták, hogy az ellenfelet teljesen megszállta a karácsonyi szellem. Ezt használták ki, amikor másnap a brit és a német katonák találkoztak a senki földjén, és hirtelen egy nem hivatalos fegyverszünetet kötöttek. Fényképeket készítettek, sőt ajándékokat is adtak egymásnak, és néhányan passzolgattak is egy labdával. Innen ered a háborút megszakító barátságos foci meccs legendája is, ami ugyan megtörtént, de a tűzszünetet leginkább azzal töltötték, hogy eltemessék az áldozatokat. A hirtelen karácsonyi tűzszünet viszont nem terjedt ki az egész nyugati frontra, és sajnos még ezen a legendás napon is követelt áldozatokat a háború. Szóval igen, voltak egyedi esetek, ahol néhányan fegyverszünetet kötöttek, és még fociztak is, de ez valójában sokkal kisebb jelentőségű volt, mint amivé a legendák miatt vált. Az utolsó és talán a legnagyobb tévhit, hogy a nők otthon maradtak a békében, és csak a gyártósorokra, illetve a földekre álltak be munkába, fegyvert egyáltalán nem fogtak. Pedig nagyon is részt vettek a harcokban, és ezt nem úgy kell elképzelni, hogy a frontvonal mögül támogatták a katonákat.
Szó szerint a nők fizikailag is részt vettek az első világháborúban. Persze nem mindenhol, mert például a brit és az amerikai hadsereg nem engedte meg nekik, hogy harcoljanak. Más nemzetek viszont igen hálásak voltak az extra katonákért. Orosz, román, szerb és bolgár nőkről is vannak feljegyzések, akik férfiak mellett harcoltak a fronton. A leghírhedtebb női alakulat orosz volt. 1917-ben az orosz Alekszandr Kerenszkij felhatalmazta Mária Bocskarevát, hogy állítson össze egy 2000 nőből álló zászlóaljat, akik a frontvonalon fognak küzdeni. Ők lettek a halál női zászlóalja. Mára ennyit a 10-es listáról. Ha tetszett a videó, ne felejtsd el megnyomni a like gombot, és iratkozz fel a csatornánkra, hogy elsőként értesülhess a legújabb tartalmainkról. Külön köszönet a támogatásért partnerünknek és tárhelyszolgáltatónknak, a Reghostnak.